50 év az nagyon hosszú idő, egy fél évszázad. Mi az, amitől folyamatosan úgy érezte, hogy nem szabad feladni, és folytatni kell a munkát? Hát nagyon köszönöm a kérdést, mert úgy gondolom és úgy érzem, hogy az én mesterségem ez a könyvkötés, a könyvrestaurálás embereken múlik, embereknek a hangulatán, a könyvek megbecsülése, odafigyelése, és amikor bejönnek mosolyogva, ugye mester úr, meg tudjuk oldani, hogy egy kicsikét eztet meggyógyítja ezekkel a szavakkal. Igen, kérem, mondom, bármilyen értékes lehetnek egyházi bibliákról beszélhetünk, vagy külön irodalmi sorolhatnám egyéb regényekből, vagy bármilyen ajándék régi 1700-as, 1600-as évekből hirtelen akartam mondani most a Vizsói Biblia, jól mondom, most nem tudom helyesen, az 1600-as években padláson találták meg, de nagyon a nedvesség, a penész megtámadta a lapokat, és olyan boldog volt a tulajdonos, hogy azt a 13 oldalt ki tudtam gyógyítani, a penészt, az egyéb, szóval meggyógyítva, és külső bekötéssel, azaz felöltötéssel átadtam nekik a könyvet. Az a család boldogsága, a legnagyobb öröme, és azt jelenti, hogy azt mondták, érdemes volt, Miklós, bejönni hozzád, mert te megoldottad családom belül már a vitát, hogy ezt ma nem kell már megcsináltatni, tönkre van meg minden, és én mondtam, hogy van egy olyan ember, aki a könyvet szereti. Igen, szeretem, azért is választottam akkor nagyon egyszerűen, 8 általánossal, szerettem mindig az 50-es években Szabadföldet, az az újság volt, a falusi, ugye, mint Palinik, és egyszerű, mondhatom, nem TS tagban dolgozott édesapám, de mindig valamilyen újságot hozott haza, és azt mondta, te gyerek, valami hasonló pályára kell 8. után menned, ha nem akarsz gimnáziumba menni, vagy technikumba, mert Nagykanizsán akkor voltak a 56-ban is még az olajipar, a vegyi technikum, és mellette a gimnázium, és én azt mondtam, hogy én el szeretnék menni, inasnak az a szó, mert a régi világban az ipari tanulót inasnak, ugye hát a tanuló, ez a szakmai kifejezést használták a mesterek, hogy még ott az inas, én is a Zala nyomdához kerültem, ahol olyan emberek, akitől az intelligenciával, a szakmai ismeretükkel megfogott, hogy ezt a könyvkötést Bicsák Miklós tanult meg. Megtanultam, és az vezérelt, hogy nem elég, hogy segédlevelet Nagykanizsán, a 3 éves Polai János, ha jól mondom, ipariskola volt a mostani Batthyány gimnáziumnak, a keleti szárnyán volt ez az ipariskola. Szegedi Béla igazgató úr azt mondta, gyerek, te nagyon ügyesen a könyveket kötögeted, meg minden, tessék ezt a szakmát úgy megtanulni, hogy az életedben éljél meg belőle. Igazgató úrnak a visszagondolok, jó tanácsot mondott, és az életemet, ez a könyvkötés, a könyvnek a szeretete, a továbbképzése, az odafigyelés, mindig, és abból kifejlesztettem magamnak, megalapozva, hogy igenis, ezt a mesterséget, Miklós, mutasd meg, azoknak a kollégáknak is, akik hamar, egy kicsit megijedve az élettől feladták. Mi csináltuk.